Köszöntöm nézőinket, és köszöntöm itt a stúdióban vendégünket, Kővári Jánost, az Összefogás Pécsért Egyesület önkormányzati képviselőjét. Jó napot kívánok! Szép napot önnek is, és a kedves nézőknek is! Költségvetési hiány újra, és hát most már azért megoldásokkal is, hiszen ez egy olyan probléma, amit meg kell oldani, ezt mindenki tudja. Az ÖP-nek pedig vannak erre javaslatai. Mik ezek, illetve kezdjük a legelején, hiszen van egy története is ennek a költségvetési hiánynak. Van egy története, és ugye most már 3 vagy 4 hónapja volt a rendkívüli közgyűlés, most már inkább 4, amikor rámutattunk arra, hogy ez a költségvetési hiány csak úgy kezelhető, hogyha rendszerbeli, meg szemléletbeli változások lesznek. Mi akkor 28 pontot egyébként javasoltunk a közgyűlésnek, amiben 22-t el is fogadtak, és ezeknek a megvalósításán dolgozunk azóta is, mert az nem altathat el minket, hogyha netántán most a kormányzat még egyszer, és szerintem utoljára segítséget nyújt a városnak, mert nagy valószínűséggel ezt vissza kell majd fizetni. És hogyha nem kezdünk valamit a költségvetés részleteivel, akkor ugyanúgy meg fog termelődni a 2-3 milliárdnyi hiány, mint az előző években. Ha az hozzáadódik ehhez a 6-6,5 milliárdhoz, akkor jövőre már 10 milliárd forint lesz az, amit vissza kell fizetni. Mi úgy gondoljuk, hogy itt az ideje a konkrét javaslatokat is letenni, és kidolgoztunk jó néhány olyan javaslatot, amiket mi okos megoldásoknak hívunk egyébként, mert hogy úgy gondoljuk, hogy nem megszorító intézkedésekkel kell Pécset változtatni a helyzeten, hanem okos döntéseket kell hozni, használva egyébként az okos technológiákat is. A költségvetési hiány ugyebár egy jelentős összeg, ami szorosan csak a várost illeti, tehát az önkormányzatot, viszont vannak önkormányzati cégek is. Ezt a kettőt önök együtt gondolják csökkenteni, vagy hogy lehet ez megoldás, hiszen hogyha abból indulok ki, amit az előbb mond, akkor az valami olyasmi, hogy a város többet költ, mint amennyit beszed, és hát ezt sokszor a cégeink keresztül. Ez abszolút érinti a cégeket, gyakorlatilag a rendbetételt is itt kell kezdeni. Mindjárt kezdjük a közösségi közlekedéssel, ugye a buszos közlekedéssel, ahol született egy nagyon rossz döntés a Volvo buszok beszerzésénél. Nem az volt a rossz döntés, hogy beszereztek buszokat, hiszen az tényleg szükséges volt. Igaza van a mai városvezetésnek, hogy ez a korábbi szocialista buszbiznisznek a következménye volt, hogy elfogytak a buszok. Viszont a beszerzés tekintetében jó magam most már 5 éve, vagy talán 6 is, hogy kezdeményeztem, hogy elektromos buszokat szerezzem be a város, méghozzá lehetőség szerint pályázati forrásokból. Erre mindig az volt a válasz, hogy nincsen pályázati forrás, akkor nem tudom, hogy Kaposvár, Miskolc és Szeged is, honnan, meg Debrecen is, honnan jutott hozzá a forrásokhoz, mert hogy ők megoldották a közösségközlekedés fejlesztést. Mi pedig hitelből, ők pályázati pénzből oldották, mi pedig hitelből, ráadásul használt buszokat. Ezt nevezhetjük nyugodtan egyébként történelmi véteknek is, ha úgy tetszik, mert kimutatható, hogy a városnak ez a 2,5-3 milliárdos hiánya, 2/3 az a buszos közlekedésből származik. Ha elektromos buszokat szereztünk volna be, és nem használt buszokat, akkor ugye már az elmúlt 2-3 évben folyamatosan megmaradt volna egyszer a közel 1 milliárd forint, ami az üzemanyag különbség, a mai gázolajas buszok és az elektromos buszok között, ugye árammal működő buszok, óriási a különbség, 10%-ába kerül gyakorlatilag az áram, mint üzemanyag a mai gázolajnak. Ezen önmagában 1 milliárdot lehetett volna spórolni. Ha nem veszünk használt buszokat, hanem pályázati forrást használunk, akkor ugye nem kellene a hiteleket sem visszafizetni, ami évi 500 millió forint, ez már 1,5 milliárd. És hogyha jó... még működtetni a rendszert is, így van, az is közel ugye nem milliárd. Kell mondjam, hogy új buszoknál 2-3 évig nincs szervizköltség, sőt az elektromos buszoknál, ha van is, sokkal kevesebb a szervizköltség, mert kevesebb elromlandó alkatrész van. Kimondható nyugodtan, hogy 1,5-2 milliárd forintot, és ezt a szakcéggel is leegyeztettük, gyakorlatilag ezen meg lehetett volna spórolni az elmúlt években, hogyha elektromos buszokat szerzünk be, de jobb későn, mint soha. Most ez az egyik javaslatunk. Így van, csak hát amikor a buszbeszerzések voltak, akkor az volt mindig az indok, hogy a NAV árverezi a pécsi buszokat, úgyhogy gyorsan kell cselekedni, és akkor ez a megoldás jött a városvezetés részéről, hogy ez a leggyorsabb, legjobb. Így hirtelen. Miután azért akkor a
tehát ugye 2010 és 2014 között részben parlamenti képviselő voltam, részben pedig önkormányzati bizottsági elnök. Azt a helyzetet azt én is ismerem elég közelről, hogy milyen helyzet állt elő a szocialisták buszbiznisze nyomán, hogy valóban a NAV-nál volt egy 1,5 milliárdos tartozás, azonban ennek a megoldásában eltértek az elképzeléseink, és 2014 után jó magam már ezt nem tudtam befolyásolni, nem voltam a városvezetésben, sem parlamenti képviselő, de egyértelműen tudom mondani, hogy azért többféle megoldás volt. Mondjunk egy olyat is, hogy többek között egy elektromos buszgyártó cég is megfordult Pécset, amelyik vállalta, hogyha tőlük vesszük a buszokat, akkor még egy buszgyártó sort is idehoz, tehát gyártás is lenne a Pécset. Ez ma egyébként Komáromban van, ez a amúgy kínai buszgyártó, elektromos buszgyártó, amelyik európai színvonalú buszokat gyárt. Igen, hát sokan jártak akkoriban Pécset, különböző gyártók, különböző cégek, különböző lehetőségek voltak. A tömegközlekedés vagy a közösségi közlekedés csak az egyik dolog. Mi az, ami még például befolyásolhatná a költségvetési hiányt? Lehet itt gondolni ingatlan gazdálkodásra, bérlakás koncepcióra, bármire, mi az, amiben még gondolkoznak? Hát úgy olyan címszóra gyűjtöttük össze a javaslatainkat, hogy okos megoldások. Tulajdonképpen ugye ennek megágyazott az elmúlt közgyűlésen az a megállapodás, amit a Zeta nevű kínai világcéggel kötött a város. Ugye a kínai miniszterelnök, amikor itt volt, ezt szentesítette, és polgármester úr Pesten. Ez azt tartalmazta, hogy ez a cég is rengeteg olyan technológiát alkalmaz, okos technológiákat, amit a közlekedés, a lakások működtetése, vagy éppen a városmenedzsment területén lehet jól alkalmazni. Az előbb érintettük már a közösségi közlekedést, ott az elektromos buszokon kívül egyébként egy olyan elektronikus jegykezelőrendszert kellene kialakítani, ami szintén ugye okos technológiának számít, amivel az egyébként 900 millió forintos kintlevőséget meg lehet előzni, mert ennyi van a közlekedési cégnél. De hasonló helyzet a bérlakásoknál, és akkor ide kanyarodok, amit szerkesztő úr kérdezett, hogy ugye az önkormányzati bérlakásokban 1,5 milliárd forint tartozás gyűlt össze. Ennek egy része albérleti díj, egy másik része pedig közüzemi díj. Ami a közüzemi díjakat illeti, ott is elég jó eszközök állnak már rendelkezésre, úgynevezett okos mérőórák, amin keresztül gyakorlatilag részben nyomon követhető az adott lakásoknak a fogyasztása, részben pedig csak annyit fogyaszthat, ugye kártyás mérőóráról lévén szó, amennyi jövedelme van. Tehát így nem alakulhat ki egy ekkora kintlevőség, be nem hajtható kintlevőség, amit egyébként aztán a többi polgárnak kell megfizetni az adón keresztül. Okos megoldásokat említett, mondjuk egy elektronikus jegykezelő rendszer, nem biztos, hogy most ilyen az ember végig gondolja, hogy egyből ilyen költségvetési ilyen csökkentő tétel lenne. Hogy kell ezt elképzelni? Azért fel kellene építeni egy olyan rendszert, amiben működtethető a város, olcsóbban, okos megoldásokkal, és hát tényleg fenntarthatóan. Igen, minden beruházáshoz kell forrás, és ezekről is szeretnénk beszélni. Még egyetlen egy területet hadd említsek meg, ami fontos, illetve kettőt, ami még az okos megoldások közé tartozik. Az egyik, és nagy rendszer, az egyik a parkolási rendszer, ahol amiben Pécset biztos, hogy be kell avatkozni, mert sok helyen áldatlan állapotok vannak már. Erre is van egy okos parkolási rendszer, ami szenzoros és érzékel minden parkolóhelyen. Érzékeli a tartózkodást, azaz teljesen pontosan perc alapúan lehet, és utólag is akár számlázni a parkolást. Ez megkönnyíti amúgy a parkolóhely keresést is, mert megfelelő helyeken megfelelő információkkal rendelkezik az autós, nem kell körbeautózni az egész várost, hogy hol van parkolóhely, és ugyanakkor a parkolási díjak sem behajtatatlanok. Ami még nagyon fontos, még két dolog, és tényleg aztán a forrásokra térek, az épületenergetikai korszerűsítés, hiszen ezen is rengeteg dologi kiadást lehet ugye energiaköltséget megtakarítani. Ez azt kell meg kell mondjuk, hogy szép ütemben zajlik, tényleg, hogy dicséretet is mondjunk azért a városvezetésnek, mert az elmúlt 3 évben rengeteg óvoda és iskola, sőt igazából most már 4-5 évben rengeteg óvoda és iskola lett korszerűsítve. Mi most még egy 1 milliárdos korszerűsítési csomagot adnánk be a kulturális és közigazgatási intézményekre, ezek nagy fogyasztók.
ezekre meg is vannak a források. És nem utolsóban a közvilágítás, ahol ugye elkezdődött a ledes közvilágításra való átállás. Én tudom, hogy egy picit más fényérzetünk van, és azért talán furcsa eleinte, de óriási megtakarítást lehet ezzel elérni. Hogyha a teljes városban ez végbe megy, akkor kb. 250-300 millió forint éves megtakarítást lehet kialakítani. Tehát ennyit azokról a területekről, hogy hol mindenhol lehet megjeleníteni az okos megoldásokat. És akkor, ahogy szerkesztő úr kérdezte, hogy honnan van erre forrás, vagy honnan lehet, a top pályázatokból lehet az energetikai korszerűsítésekre fordítani, ott van még egy közel 1 milliárdos forrás lehetőség. Az összes többit azt a Modern Városok programból lehetne finanszírozni. Ugye ahány város annyiféle javaslattal állt elő annak idején, amikor a miniszterelnök végigjárt az országot, hogy a kormány támogatását ajánlja fel. Pécs az élményfürdőt nevesítette és a sportkomplexumot, illetve az egyetem fejlesztése került még ide. Az egyetem fejlesztése egyébként ismeretem szerint most már ugye lassan kivitelezési szakaszban is ért, tehát tényleg jól állnak. Az élményfürdő tekintetében egyelőre csak hatástanulmányok készülnek. Ezzel kapcsolatosan mi a köznyűlésben már egy jó fél éve, talán régebben is elmondtuk, hogy szerintünk óriási hiba lenne az élményfürdőre és a sportkomplexumra ennyi pénzt fordítani, mert ezek gyakorlatilag újabb működési kiadásokat generálnak majd a költségvetésben, amelyik amúgy sem tudja magát finanszírozni. Ezért most is az a javaslatunk, hogy igen, a város igényli az élményfürdő, turisztikai szempontból is fontos lehet, de egy lényegesen kisebb létesítményről lenne szó, mint arról a Giga komplexumról, amit elterveztek. Gyakorlatilag egy 2-3 milliárd forintból megépíthető az az élményfürdő, amire a városnak egyébként szüksége van, és a maradék 20 milliárdból azt gondoljuk, hogy újra kellene gondolni a beruházást, és nem sportkomplexumot építeni, a sportcsarnokot esetleg fel lehet újítani, az is 2-3 milliárdból megvan, ha nagyon szükséges, hanem a maradék 20 milliárdból, illetve ami még ahhoz szerezhető, mert felülről nyitott a Modern Városok program, ugye ezt többször elmondta Kósa Lajos miniszter úr is. Ezekből a forrásokból a teljes elektromos busz beszerzést le lehetne bonyolítani, amiből, ahogy az előbb említettük, 1,5-2 milliárd forint éves működési megtakarítás keletkezne, és korszerű buszokon utazhatnának a pécsiek, ami még környezetkímélő is, tehát ez a win-win, ugye mindenki győztes lehet ebben a dologban. Szerintünk bátran neki kellene futni. És gazdaságfejlesztés, mert akár arra is lehetne fordítani, tehát cégeket idehozni, illetve fontosabb talán a helyieket támogatni. Mondjuk az önkormányzat részéről legtöbbször azt hallja az ember, hogy ipari park fejlesztés, és hát az lehet a megoldás, mert hogy a cégek igénylik, ha kapnak valami kézt, amiben már betelepülhetnek. Ugye sok tekintetben érezzük azt, hogy picit kulógunk az események után, vagy már nem is tudom, bandukolunk, vagy melyik szavunk jó erre. Sokkal előrébb kellene gondolkodni. Ma már nem a hagyományos iparfejlesztés lenne a cél, úgy gondolom. Ebbe egyébként is terítődött az ország. Gyakorlatilag nem nagyon vannak már olyan ipari tevékenységet folytató cégek, akik feltétlen Magyarországon szeretnének letelepedni. Jó néhány volt itt is, és elment. Pontosabban úgy fogalmaznék, hogy most már sokkal inkább az IT technológiák felé, az okos technológiák felé fordul a világ gazdasága és ipari tevékenysége. És ha már említettük itt a műsorban is az ETE nevű kínai céget, hozzá kell tenni, hogy a Magyar Villamosművekkel is hasonló megállapodást kötött az önkormányzat, akkor végre induljunk el ezen az úton, hogy okos technológiákat gyártó cégeket hozunk ide Pécsre. Ne csak a fogyasztásunkat szolgálják ezek a cégek ki. Tehát ne csak fogyasztóként kelljünk ezeknek a cégeknek, hanem ezt a közgyűlésen is elmondtuk, hogy például tárgyaljunk ezzel a kínai céggel, de nyilván másokkal is, hogy hozzanak ide gyártási technológiát, okos technológiák gyártását. Miért? Mert a világon ez a legdinamikusabban fejlődő iparág. És hozzá kell tenni, hogy ugye ennek az iparágnak az űzése az környezetkímélő, nem füstölgő gyárkéményeket fogunk itt látni, hanem jól felszerelt laborokat és üzemcsarnokokat. És nem utolsó sorban a műszaki karunknak ez nagyon fontos lenne, hogy legyen olyan lehetőség, gazdasági lehetőség, ahova a hallgatók le tudnak menni dolgozni, és az egyetem ilyen irányú fejlesztése is fontos lenne, ha már itt tartunk, ugye új rektorválasztást tesz, és
Jó, magam az összes rektor jelöltet megkerestem ez ügyben, hogy gondoljanak arra, ha rektorok lesznek, hogy az egyetemnek is nagyon fontos szerepe lenne Pécs gazdaságának fejlesztésében. Igen, hát sokaktól hallottam már azt, hogy egyesíteni kéne az egyetem, illetve a város erőit, és hát az lett egy tényleg olyan megoldási vonal, ami Pécset egy fejlődő pályára állítaná. De vissza ezekre a beruházásokra. Tényleg az ember, amikor azt mondja, hogy digitalizáció, ipar 4.0, meg hasonló kifejezéseket, és egy teljesen új világ jön, akkor azért felvetődik az is, hogy mekkora kapacitás van itt. Tehát mindig azt hallani, hogy a szakképzett munkaerők hiánya van, villanyszerelőket említem csak például, akiknél én nagyon a vészharangok kongatását érzem családi cégeknél, vagy nagyobb vállalkozóknál például, de bármelyik ipar beszélhetünk, nincs szakember. Ez így van, és szerintünk erre nem az a megoldás, hogy multinacionális cégeket kell ide hozni feltétlenül. Lehet, hogy arra is szükség van, de sokkal inkább egy szerves gazdaság fejlesztésére lenne szükség. A januári közgyűlésre, ha minden jól megy, akkor benyújtjuk a kis és középvállalkozás fejlesztési programot is. Ugye most a városüzemeltetést szeretnénk egyszerre rendbe tenni az okos technológiás javaslatainkkal, és januárban pedig szeretnénk egy vállalkozásfejlesztési csomagot, amiben egyébként lényegében az lesz, hogy hogyan lehet megtartani a pécsi munkaerőt, mert nagyon sokan kivándorolnak, vagy Pestre mennek a fiatalok közül, vagy külföldre mennek dolgozni, kivándorolnak, mert nincsenek megfelelő munkahelyek, de nem csak megfelelő munkahelyek nincsenek, hanem nincsen lehetőségük arra, hogy elinduljanak valahonnan, tehát hogy lakáshoz juthassanak, nyilván alacsony jövedelemmel indulnak, ezen úgy lehet segíteni, hogyha a meglévő, mondjuk így, hogy középvállalkozásainkat elsősorban segítjük fejlesztésekkel. Tehát nem egy multit hozunk ide, hanem azt a 25-30 középvállalatot, amik Pécset jól működnek, és egyébként pécsi székhelyek innen indultak, ezeket segítjük újabb és újabb piacokhoz. Ezek javarésze ma is exportál egyébként Ukrajnától Svájcig, tehát komoly minőséget produkálnak az élet különböző területein. Viszont, ahogy már többször jelezték felénk, szükségük lenne arra, hogy az önkormányzat például szolgálati lakással segítse a diplomás mérnökök itt maradását, mert nyilvánvaló, hogy ez is egy fontos dolog az ember életében, hogy el tudja kezdeni a pályát, segítsük ösztöndíjjal, és ösztönözzük ösztöndíjjal az innovációt, a kreativitást a fiataloknál. Nem utolsó sorban persze, hogy a szakképzés rendszerét is kellene korszerűsíteni, és az egyetemi képzés, műszaki képzés lehetőségeit is bővíteni kellene. Ez egy szervesen felépített struktúra, amire még egy dolgot mindenképpen hozzá kell tennünk, ez pedig az, hogy a pécsiek fogyasztásába csatornázzuk be a pécsi vállalkozások termékeit. Ugye ez is már évek óta elkezdett programunk. Én már jó sokszor megszólaltam ez ügyben, hogy mondjuk egy példát, az új vásárcsarnok építésére is azért van szükség, hogy a helyi termelők, őstermelők, kistermelők, mondjuk itt nem elsősorban pécsiek, de Pécs környékiek, vidékiek, biztos munkalehetőséghez jussanak. Itt van is egy jó hírünk ez ügyben egyébként, hogy megalakult most ugye az a szociális szövetkezet, amelyik tömörít helyi termelőket, már most is 12-t, tagja az önkormányzat is, és ennek a szövetkezetnek lesz majd a dolga, reménységünk szerint, ha rajtunk múlik, akkor biztosan, hogy mind az új vásárcsarnokot, mind a helyi piacokat ők lássák el, termelőkkel, valódi helyi termelőkkel, és nem banánnal és narancssal előhozakodó termelőkkel, hiszen emlékeim szerint még Baranyában nem érik a narancs sem, meg a banán sem. Így van. Visszatérve egy picit itt a gazdaságfejlesztési elképzelésekre, azért egy szemléletváltás is kellene. Tehát azért most már mai gazdasági életben, hogy látom, nem csak arról beszélhetünk, hogy konkrét cégek vannak, középcég, kis cég, stb. A startupok világában, amikor a finanszírozási formáktól kezdve azok kik a kis műhelyekig, ahonnan kisarjadzik egy-egy ötlet. Ott teljesen másképp kell közelíteni ezekhez, megérteni, vállalni a kockázatot, itt a kockázati tőke szerepe is megnövekszik. Tehát azért szemléletváltás is kellene. Erre gondoltak? Vagy ez be lehet vonni a koncepciójukba? Hát van. Tehát tőke lehetőség is van Pécset is. Több bank is van, akik akár befektetnek, de cégek is. Igazából nem ez hiányzik, az önmagunkban való hit hiányzik. És ez a város vezetésre is igaz. Mondhatom azt, hogy az elmúlt 25 évben majdnem mindig ez volt,
kis hitűség, de igazából egy kicsit az egyetemen is ott van, egy kicsit a gazdasági életünkben is ott van, hogy nem hiszük el, hogy mi magyarok vagy mi pécsiek is tudunk megfelelő minőségű termékeket, vagyunk elég kreatívak ahhoz és innovatívak, hogy kitaláljunk új dolgokat. Egy picit a menedzseléssel van baj, nem is picit, nagyon. És ezt látjuk talán a kulcs kérdésnek, hogy hogyan menedzselődik a város a jövőben, hogyan menedzselődik a gazdaság, ezek egymásra találnak-e, és mi pécsi fogyasztók fölismerjük-e, hogy ha úgy tetszik, önös érdekünk, vagy az immunrendszerünk egészséges működése lenne az, hogy kifejezetten keressük a pécsi termékeket és szolgáltatásokat. Ezek legtöbb esetben semmivel nem rosszabbak, mint bármilyen más termék vagy szolgáltatás, csak nincs ez a tudatosság bennünk. Persze ehhez föl kell építeni azokat a rendszereket is, hogy ezeket megtaláljuk. Erre is egy jó példát hadd mondjak. Hamarosan elkezdődik a Zöld Kapuháznak a felújítása. Ez a Jókai tér 2-es számú ház. Ugye volt Tündeház, talán így emlékeznek a fiatalok, korosztályunk. Ebben a házban a helyi termékeknek lesz folyamatosan olyan értékesítési lehetősége, hogy megismerhessük azokat a különlegességeket, amiket pécsi kézművesek, kisiparosok, vagy akár kis- és középvállalkozások hoznak létre, és ezeket vásárolhatjuk. Remélem, hogy egyszer majd a fekket is, ha sikerül megszerezni a városnak, akkor ott is kialakíthatunk már egy ilyen kicsit ilyen plázaszerű helyi termék plázát is. A lényeg az, hogy csatornázzuk be a fogyasztásunkba ezeket a termékeket, és még egyszer, az egyetemnek és a városnak pedig össze kell fogni abban, hogy legyen innováció, kreativitás, tudás. Többször említett, hogy a 24. órában vagyunk, sőt, már az utolsó percénél járunk ennek az órának, cselekedni kell. Ezek a tervek, ezek az elképzelések mennyi idő alatt hozhatják olyan állapotba a költségvetést, hogy tényleg megálljon nagyjából a saját lábán a város, egy átmeneti időszak után pedig tényleg biztos alapokra helyeződjön. Miután nagyrészt a beszerzéseken múlik, hogy valóban megtörténnek-e a költségtakarékos intézkedések, mert még egyszer mondom, mi nem megszorításokkal szeretnénk, ennek semmi értelme nincsen. Az visszaveti a fogyasztást is, és sok minden más negatív folyamatot indít el. Korszerűsíteni szeretnénk a városüzemeltetést, amihez beruházások kellenek. A beruházásoknak először ugye a forrás részét meg kell pályázni, meg kell nyerni, utána közbeszereztetni kell, és lebonyolítani ezeket az eszközbeszerzéseket. Ez körülbelül 2 év. Tehát azt lehet mondani, hogy 2019-2020-ra ezekkel stabilizálható lenne a költségvetés, csak először ezeknek meg kell történnie, viszont ezt már tegnap előtt meg kellett volna tennünk, úgyhogy ahogy mondta a szerkesztő úr, 24. órában járunk, tehát nincs mire várni. Ami a legfontosabb talán, hogy bátor lépéseket kell végre megtenni, fel kell hagyni a rutinnal, ami eddig sem jött be, pártszínektől függetlenül, hanem meg kell tenni olyan bátor lépéseket, amik józan, paraszti észre is követhetők, nem kell hozzá diploma vagy professzori iskola. Mikor viszik be ezeket az elképzeléseket a költségvetésben, az majd egy későbbi folyamat lesz a közgyűlés elé, és mik lesznek az elsők? Most az elsők a decemberi közgyűlésen az okos technológiák lesznek, hiszen ahogy mondtuk is, a beszerzésekre kell a legtöbb idő. Ezekről először ugye döntést kell hozni, és utána akkor jön a pályázati forrásoknak a felkutatása, illetve a közbeszerzések lebonyolítása. Ez lesz az első. A második lépés lesz a gazdaságfejlesztés, és a harmadik lépés, nem utolsó sorban, talán ezzel is lehet, hogy zárhatjuk, vagy kerekíthetjük le a mondandót, hogy ennek a városnak akkor lesz igazán fejlődése, növekedése, hogyha egyrészt hiszünk magunkban és összefogunk, másrészt pedig akkor, hogyha saját magunkénak érezzük a várost. Ezt talán úgy mondanám, hogy Pécs legyen a pécsieké. Ebben egy csomó intézkedés is van, lesz egy ilyen csomag is, ugye, hogy mondjuk a köztereket amennyit csak lehet át kell adni civil szervezeteknek, egyházaknak, gazdasági szereplőknek. Senki nem mondta, hogy az önkormányzatnak kell a város ilyen hatalmas területeit megvalósíthatatlan mennyiségű pénzzel gondoznia, hiszen nagyon sokan szívesen fogadnák, hogyha közterekből kapnának területeket. Egy példát hadd mondjak, a társasházaknak régi igénye, főleg Kertvárosban, hogy legyen elegendő számú parkoló is, ahova ugye le tudnak parkolni az ott lakók, illetve adott esetben játszótér, vagy valamilyen kis park, ahova ki lehet ülni, lehet
menni, és gondozott körülmények között kutya gumimentesen, tiszta környezetben élhetnek, egészséges módon. Na, ezt is meg lehet majd tenni, hogyha elfogadja a közgyűlési javaslatunkat, lesz ilyen javaslatunk is, hogy megpályázhassanak társasházak ilyen köztereket, és akkor azokat hozzá lehet kapcsolni az épületekhez, így kertváros valóban kertváros lehet. Akkor tehát megszorítások helyett okos megoldások, olyan beruházások, amik egy fenntartható, olcsóbb működtetésű várost tesznek lehetővé. Ez kell egy konszenzus a képviselőtestületben, és hát kellenek a javaslatok a Muszak Péter. Mennyire bizakodó? És mindenki mástól is kellenek a javaslatok. Hát, igen. Tényleg azt hiszem a politikában is egy korszak véget ér, a helyi politikában, mert nem lehet már úgy gondolkodni egyetlen pártnak, egyetlen szervezetnek sem, hogy önállóan van a bölcsekköve, a többiek nem tudnak értelmes dolgokat megfogalmazni, mindenki tud. Az a kérdés csak ki mennyi időt fordít rá, és milyen szemlélettel teszi ezt. De nagyon bízom benne, hogy ha eddig nem sikerült, akkor most a szorult helyzetben végre egy politikai kultúrát tudunk váltani, és mindenki leteszi a maga javaslatait, amik jók, azokat fogadja el a közgyűlés, és épüljön a város. Ez a legfontosabb. Így van, ez a legfontosabb. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm a lehetőséget, viszontlátásra. Nézzéknek, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, minden jót.